1956. novemberében a szovjet csapatok eltiporták a szabadságharcot. Az év utolsó hónapjaiban a tüntető tömegbe vezényelt sortüzek már világossá tették. A frissen alakult Kádár kormány nem fog kesztyűs kézzel bánni a felkelés résztvevőivel. Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének 61. évfordulóján a soroksári jutadomnál emlékeztek az eseményekre. Az évezredes és magyar hadtörténelemnek vannak ikonikus helyszínei. Nemzeti sorsfordító, egy csatán vagy ostromon túlmutató események kapcsolódnak e helyszínekhez. Azt hiszem elegendő Buhit, Mohácsot, Pákozdot említeni, és minden magyar ember érti és tudja, mit jelentenek e nevek és terek számunkra. Ilyen helyszín nekünk a jutadomb is. A forradalom egyetlen, a magyar és szovjet reguláris alakulatai között kirobbant, számunkra győztes összecsapásának helyszíne ez. A felkelőknek és a helyenként melléjük álló katonáknak számtalan kis diadaluk volt Budapest belvárosában és a vidéki településeken a szovjet túlerővel és a magyar csatlósaikkal szemben. Voltak közöttük olyan sikerek is, amelyekben magyar katonák is részt vettek a felkelők a későbbi nemzetőrök mellett. Ám szabályszerű katonai összecsapásra csak egy alkalommal került sor, itt az egykori dombok között levő területen 1956. november 4-én délelőtt. Az 1956-os forradalom és szabadságharc már az újkori hadtörténelmünkhöz tartozik. Míg a Rákóczi szabadságharc 8 évig tartott, Kossuth honvédei alig több mint egy évig harcoltak, addig 1956 csupán 2 hét alatt történt, és hozott annyi változást, amely a későbbi évtizedeinket is meghatározta. A gyors forradalmi események okát természetesen kereshetjük és megtalálhatjuk a modernebb hírközlésben, az elterjedt technikai eszközökben, a technológiai fejlődésben, de ne felejtjük az egyik legfontosabbat. 1956. október 23. forradalma olyan gátakat tört át, amelyek addig szinte börtönné változtatott ország lakosságát tartották távol az igazi demokráciától. A Rákosi rendszer csak szólamaiban hirdette az emberi és nemzeti szabadságot, de mindent megtett annak valódi és gyakorlati gúzsba kötéséért. Nem csodálkozhatunk tehát, ha a forradalom egyszerre minden honfitársunkat megérintett, az emberek akarták a változásokat, és tettek is érte. Ebben a felfokozott helyzetben kifejezetten nehéz helyzetbe került a korabeli magyar néphadsereg, azon belül is elsősorban maguk az alakulatok. A hadsereg tisztikarának nagy része ugyanúgy a nép fia volt, hiszen ekkor már lezajlottak a tisztogatások, véget ért a háború után újra szerzett demokratikus honvédségbe átvett egykori ludovikás tisztek elleni hajtóvadászat, és az immáron kommunista szellemiségű katonai tanintézetekből kikerült tisztek álltak a parancsnoki posztokon. Október 23-a után pedig a Honvédelmi Minisztériumtól és a hazai kommunista párton belül megalakult úgynevezett katonai tanácstól sokszor egymásnak ellentmondó, gyakran változó utasítások érkeztek. A legtöbb esetben még a csapatparancsok a kérésére sem érkeztek egyöntetű válaszok. A válasz annyi volt, cselekedjetek a legjobb belátásotok szerint. Ami értelmezhetetlen néha, és az alakulatok laktanyákon belül magukra maradtak, miközben kint heves forradalmi események és gyors változások zajlottak. Ilyen körülmények között a hithű kommunista parancsokok a tüntető civilek ellen is fordíthatták fegyvereiket. Az október 28-ai fegyverszünet és a belső konszolidációt követően azonban a hadsereg egyértelműen Nagy Imre kormánya mellé állt. A forradalom lángja olyan helyesen és meglepetésszerűen tört ki, hogy az elfolytására kirendelt hatalmas szovjet túlerőt is hasonló taktikát követett. November 4-én hajnalban a magyar laktanyákat, repülőtereket megtámadták, lefegyverezték az ott állomásozó katonákat. Nekik esélyük sem volt arra, hogy Nagy Imre miniszterelnök híressé vált rádióbejelentése alapján felvegyék a harcot az intervencióval. Csupán azon katonáink tudtak a szovjetek ellen harcolni, akik a nemzetőrök mellett tevékenykedtek, vagy menetben esetleg külső védelemre voltak beosztva.
Úgy, ahogy itt, a Jutodomnál két és kissé távolabb tőle egy másik magyarul alakulat alegységei. Az Esztergomban diszlokáló 51. Honi Légvédelmi Tizérosztály ide vezényelt alegysége, és azt megelőzően hozzájuk erősítésül érkezett Honi Légvédelmi Tizérüteg katonáihoz közel helyezkedett el a kiskunmajsai 31. lövészezred 3. századának egy szakasza. Őket erősítették a pesterzsébeti és a soroksári nemzetőrök. Az ide vezényelt honvédek akkor pontban 61 évvel ezelőtt bebizonyították, hogy ők méltó utódai megelőző évezredeink hőseinek. Ha kell, a túlerő ellen is vállalják az önkéntes harcot. Ők Jutodombot védő tisztjeink, legénységi állományunk egyaránt tudták, hogy az általuk elsütött fegyverekkel a világ akkori legnagyobb haderejére mérnek tűzcsapást. Tudták, hogy a Szovjetunió hatalmas hadereje képes a gyönge magyar szabadságot és a függetlenséget eltiporni, mégis megtették, ami rájuk és lelkiismeretükre volt bízva. Mert az 1956-os forradalom nem csak az országot alakította át, hanem talán a legfontosabbat. Az emberek, a katonák lelkét is megérintette és megreformálta. A megtorlás intenzitására jellemző volt, hogy a kivégzett mártírok közel tizede, összesen 24 fő katona volt. Közülük heten a jutodombi ellenállás miatt kerültek Bitófára, kivégző helyükre, de még további 4 katonára róttak ki, később életfogytiglanra változtatott halálos ítéletet. Az 1958. november 15-én kivégzésre kerültek, végzett velük az ordas eszme. Az elv, amit követtek velük szemben, szemet szemért, fogat fogért diktálta. Minden jutadomnál meghalt szovjet katonáért cserébe ugyanannyi magyar honvédet ítéltek halálra. Az ő személyes életük és haláluk egybeforrott az általuk védett nemzetük és hazájuk sorsával. Nem csak egy utcát, nem csak egy korabeli Pesterzsébet soroksárt, nem csak fővárost védték, hanem a nehezen megszerzett törékeny szabadságunkat is. Rájuk kimondott ítélet szimbolikusan annak a hadseregnek is szólt, amely azonosult a forradalom eszméivel. 1956 forradalmi esztendejében a lengyel megmozdulásokat az ottani hadseregre támaszkodva sikerült elfojtani, itthon azonban a szovjetek november 4-én már ellenségként tekintettek a magyar nép hadseregére. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Engedjék meg, hogy személyesen is megköszönjem, hogy minden év november 4-én kegyelettel emlékezünk itt katonáinkra, és a Magyar Honvédség nevében köszönöm, hogy idén is közösen hajthatunk fejet a forradalom katonamártírjai előtt. Kérem, gondoljanak rájuk, akkor is, amikor mindennapjaikban elhaladnak az emlékmű közelében. Nyugodjanak békében! A dandártábornok beszédét követően elhelyezték az emlékezés koszorúit. Polgármesteri fogadóra a megválasztott válaszol. Polgármester úr a legutóbbi képviselőtestületi ülésen több minden egyéb mellett beszámolt arról, hogy hogyan állnak az adó befizetések a kerületben. Gondolom, hogy ez így év vége felé a kassza szempontjából egyáltalán nem lényegtelen. Úgy nagy számokban vagy nagy vonalúan, hogy áll a helyzet, hogy áll a kassza.
Hát gyakorlatban azt mondhatom el, hogy aránylag a soroksári vállalkozók és a polgárok, jogkövetők és azokat a bevételeket nagyságrendileg tudjuk teljesíteni, amiket terveztünk. Hát azért ez több milliárd forint, mert egy 6-7 milliárdos költségvetésnél a saját bevételünk az több milliárd forintot tesz ki, tehát 3-4 milliárd forintot tesz ki, plusz az iparűzési adó bevétel, ami a fővárostól jön, az pluszban. Azt viszont sajnos el kell, hogy mondjam, hogy 100%-os bevétel az nincs. Tehát van olyan területe az adónak, ahol gyakorlatilag a tervnek a 100%-át, 101-2%-ot tudunk teljesíteni, aztán van olyan, ahol 96-97%-os teljesítés van. Mindig vannak kint lévőségek. Tehát a behajtásokat a kollégák folyamatosan végzik, folyamatosan mennek a felszólítások, a cégek felé a fizetési meghagyások kiküldése, és ezt követően, hogyha a jogszabálynak nem megfelelően nem is reagálnak rá, akkor pedig a végrehajtást indítják a kollégák. De azt mondhatom alapjában véve, hogy a bevételeink, amiket tervezünk, azok teljesülnek. Egyébként egy önkormányzatnak, konkrétan a soroksári önkormányzatnak a jogi eszközökhöz milyen gyakran kell nyúlnia, tehát adott esetben, hogy perbe megy, vagy olyan kvázi kényszerítő eszközt próbál jogi területen használni, ami már szinte végső megoldás? Hát nem sok esetben, tehát azért azt el kell, hogy mondjam, hogy nem éri el a 10%-át a résztvevő ügyfeleknek, akikkel szemben ilyen eljárásokat kell indítanunk. A jogszabály alapján felszólítást, tehát felszólító leveleket kell küldeni, utána fizetési meghagyást. Van olyan lehetőségünk, van a NAV-val, Nemzeti Adó és Vámhivatallól olyan együttműködési megállapodása az önkormányzatoknak, nem csak nekem, hanem a többi önkormányzatnak is, hogy vannak olyan területek, ahol átadjuk nekik behajtásra, végrehajtásra az ügyet, és akkor ők tudják beszedni, és tőlük kapjuk meg. Aztán van olyan, aminél mi adjuk ki a fizetési felszólítást. Sajnos azokkal a cégekkel nem tudunk mit kezdeni, ahol végrehajtás van már, illetve ahol felszámolás alatt van a cég, mert hát ott az önkormányzatok a törvény alapján csak negyedik, ötödik, hatodik kakasorban, mert először az állami, központi állami tartozásokat kell kielégíteni, és ezt követően jönnek azok a tartozások, amelyeknél mi is sorban állunk. És a legtöbb esetben ilyenkor már nincs lehetőség arra. Tehát megvan a jogszabályi kerete annak, hogy ha ilyen szituáció alakul ki, akkor mennyi idő után tudjuk leírni azt a bizonyos adótartozást, mint behajthatatlan követelést, és ez alapján akkor a pénzügyi osztály ezt törli, de mondom, ez több éves folyamat, mire odáig el tudunk jutni. Polgármester úr, nemrég adták át a Ján Ferenc kórházban azt a berendezést, amely már nem az első volt, de amely a soroksári önkormányzat támogatásával került oda a kórházhoz. Ugye itt egy pajzsmirigy diagnosztizáló berendezésről volt szó, amelyről beszámoltunk részletesen. Hogy látja egyébként, hogy a Ján Ferenc kórház jövője miként alakul? Ugye most része az Egészséges Budapestért programnak a kórház, tehát egy komolyabb beruházást eszközölnek ott. Ön jól ismeri ezt a helyzetet. Mi újság van ott? Hát én nagyon remélem, hogy ennek keretében a Dél-Pesti Kórház meg fog újulni. Az igazság az, hogy a kezdeményezésemet követően a képviselőtestület partner abban most már évek óta, hogy az egészségügyet egy picit jobban figyeljünk oda az egészségügyre, mert ez az embereket nagy mértékben befolyásolja, az embereknek a hangulatát, meg sok minden mást. És hát több éven keresztül folyamatosan támogattuk a Dél-Pesti Kórházat is, illetve a Heimpál Gyermekkórházat is, ott is voltak többször, amikor autót vásároltuk nekik, meg műszereket. De elindítottunk egy fejlesztést Soroksáron is, a soroksári
régi nevén STK-ban, tehát az egészségügyi intézményben, ott is egyrészt műszaki felújítások történnek, az egy hosszabb folyamat, az egy több éves folyamat, mert sajnálatos módon nem tudjuk bezárni az épületet, tehát ott csak részeket tudunk lezárni, és úgy tudjuk a felújítást elvégezni, de a szolgáltatás színvonalát szeretnénk emelni, ott is műszereket vásároltunk, fogröngent, hasi ultrahangot, meg egyéb gépeket. Jövőre tervezünk egyéb mást is, tehát rendes röntgent megvásárolni, hogy ne kelljen a dél-pesti kórházba. Tehát olyan szakellátást próbálunk szervezni a saját egészségügyi intézményünkbe, hogy minél kevesebbet kelljen a soroksári lakosoknak, vagy a dél-pesti kórházba, vagy a dél-pesti kórháznak az Ady Endre utcai rendelőintézetébe átmenni. A vérvételtől kezdve reméljük, hogy a tüdőröntgen is megvan, a reumatológia, a szemészet, most egy külön belgyógyászati részleget is szeretnénk nyitni. Tehát egy jó pár ilyen szolgáltatást, a fizikoterápia, ezt próbáljuk a lakosságnak nyújtani. A dél-pesti kórházra visszatérve, sajnálatos módon a kórház nagyon le volt amortizálódva. Tehát ezt azt hiszem, hogy önök is látták, amikor kint voltak. Nagyon régóta nem költöttek erre a kórházra. És ez egy hatalmas nagy monster kórház, ami ilyen 4-500 ezer lakost lát el a szolgáltatásával. Nagyon kevés volt az a műszaki fejlesztés is, meg az orvosoknak és az ápolóknak az anyagi megbecsülése sem volt olyan. Úgy néz ki, hogy most ebben is elindult egy fejlődés már talán egy vagy két évvel ezelőtt. A Budapestért program keretében én úgy tudom, hogy több mint 30 milliárd forintot fog kapni a dél-pesti kórház. Én hallottam már 39 milliárdról is, aztán hallottam ilyen 28-29 milliárdról is. Nem tudom, hogy a pontos vége mekkora lesz, nem tudom, hogy a pontosan mit jelentettek be, illetve mi lesz a vége, de én úgy gondolom, hogy ez a pénz, ez feltétlenül ráfért már a kórházra, és ebből nem csak a műszaki színvonal tud megújulni, hanem ebből valószínűleg fog jutni majd bérekre is, illetve műszerezettségre is, és gyakorlatilag fizikai felújításon is át fog esni majd a kórház. Egyébként, hogy állnak házi orvosokkal? Az országban többfelé gondot jelent, részben a felnőtt házi orvosi utánpótlás részben, és főként a gyermek orvosi szolgálat. Soroksáron mi újság? Hát a felnőtt házi orvosi szolgáltatásunk az most megfelelő. Tehát Újtelepen van három, Újtelepen a Szentlőrinci lakótelepen van három felnőtt házi orvosunk, abból gyakorlatilag kettő új, hogy így mondjam, mert egy évvel ezelőtt vették meg a praxist a két nyugdíjba menő kollégától. A régi Soroksáron, az egészségügyi intézményben, ott is most az összes praxis be van töltve, ott is sajnos számítani kell arra, mert idősödnek az orvosok, hogy előbb-utóbb váltás lesz. Egyelőre nekünk a felnőtt házi orvosi praxisokkal nincs problémánk, tehát ez működik. A központi STK-ban lévő és a régi Soroksárt ellátó gyermekorvosok szintén megvannak, tehát ott is be van töltve a praxis. Ami gondot okoz, az nekünk a Soroksár Újtelep Szentlőrinci lakótelep, mert ott pontosan a lakosság, illetve a beteg gyermek számból adódóan egy önálló praxis nem tudtunk annak idején kialakítani, hanem Pest Erzsébettel közösen a Pacsirta utcai rendelőben, ami a dél-pesti kórháztól körülbelül egy olyan 3-400 méterre van, ott van egy közös gyermekorvosi praxisunk a 20. kerületi önkormányzattal. A gond az, hogy két ok miatt nem tudtuk megoldani ezt a problémát, az egyik orvoshiány, illetve nem nagyon vállalják be, mert 3-400 gyermek az, aki ebben a praxisban soroksári. Az viszont nagyon kevés. Tehát egy akkor rentábilis egy gyermekorvosi praxisnak a működtetése, ezt az orvosoktól tudom, amikor olyan 800 ezer fős
praxis tudnak kialakítani, mert akkor ez egy rentábilis. Ha ennél alacsonyabb, akkor az gyakorlatilag negatív és ráfizetéses, és ezt így nem nagyon vállalják be. Tehát ezért nagyon nehéz ezt így megcsinálni és kialakítani. De ettől függetlenül valamit Újtelepen mindenféleképpen akarunk és lépni akarunk az ügyben. Most helységet keresünk, két lehetőségünk is van, vannak üres üzlethelységek, ott régen BMS, meg ilyen szolgálati lakások voltak, és azoknak a földszintjén vannak üres üzlethelységek, amelyet most a katasztrófa védelem foglalkozik vele a fenntartásával. Tőlük szeretnénk vagy bérelni egy helységet, vagy megkaptuk azt az ominózus Újtelep utcában lévő volt ABC épületet, ami a Dracula házat, így van, pontosan ez a köztudomású neve, azt megkaptuk a fővárosi önkormányzattól. 50 évre tartós használatba, viszont nem egészségügyi célra. Tehát erre a célra jelenleg nem használhatnánk fel egy részét, mert azért ez egy nagy épület, az 1000 négyzetméter, nekünk meg orvosi rendelőnek bőven elég egy 50 és 100 négyzetméter közötti hely. Szeretnénk, ha nem tudjuk a bérlet útján megoldani kisebb helységgel, akkor szeretnénk ezt a fővárostól kapott házban megoldani ezt a problémát, ahhoz viszont a fővárosi határozatot módosítani kell, és szerződést kell módosítani, hogy az egészségügyi, ne csak ifjúsági sport, rekreációs felhasználási lehetőség kerüljön bele, hanem az egészségügy is. Tehát próbálkozunk azzal, hogy Újtelepen mégiscsak legyen valamilyen szinten gyermekorvosi rendelő. Ha már itt a fővárost említette, akkor ön személy szerint Orbán Gyöngyi alpolgármesterrel tagjai voltak annak a bizottságnak, amely régi metró beszerzés ügyét vizsgálta, és azt hallottuk, hogy a fővárosi önkormányzat elfogadta az önök jelentését, és javaslatot tettek az ügyészségi vizsgálatra, amely egyébként egy másik vonalon, ha jól tudom, akkor zajlik. Egyáltalán hova jutottak? Hát ez két dolog volt. Egyszer volt egy, aminek én külön tagja voltam, ott még alpolgármester asszony nem volt tagja, ez a metro korrupciót, illetve a metro beszerzéssel kapcsolatos vizsgálat volt. Az lezárult, ott is javaslatot tettünk arra, hogy rendőrségi vizsgálat kerüljön bele. És aztán létrehozták ezt az úgynevezett OLAF bizottságot, ami az OLAF jelentésen alapult. Ez a metro korrupcióval kapcsolatos vizsgálat volt. Ebben többen voltunk, ebben a budafoki polgármester, a csepeli polgármester volt az elnök, alpolgármester asszony, a jobbikos képviselő, és én voltam a tagjai ennek a bizottságnak. Nagyon sok meghallgatás, majdnem minden héten üléseztünk. Tehát szerintem 30 vagy 40 ülésünk volt. Rengeteg embert hallgattunk meg, a BKV felügyelőbizottságának a tagjait egészen talán 98-ra visszamenőleg, vagy 96-tól visszamenőleg az igazgatósági tagokat meghallgattuk, meg különböző embereket próbáltunk behívni, ezek közül egy jó páran nem is jelentek meg, sem főpolgármester úr, sem korábbi miniszterelnök úr, főpolgármester helyettesek, se, tehát jó páran nem jöttek el. Hát sajnos ott azt láttuk magában a vizsgálati anyagban, hogy hát nagyon furcsa helyzetek alakultak ki, és furcsaságok történtek. Tehát a mi javaslatunk az mindenféleképpen az volt, hogy az OLAF jelentés alapján, illetve a mi jelentésünk alapján ügyészségi vizsgálat kerüljön, és az ügyészségnek van lehetősége és joga arra, hogy megállapítsa azt, hogy történt bűncselekmény, ha történt, akkor milyen módon, kik vettek részt benne. Nekünk erre nem volt lehetőségünk. Mi a különböző megállapításainkat, amiket a dokumentumokból fel tudtunk tárni, azokat megtettük. A meghallgatásokból kapott információk alapján szintén következtetéseket lehetett levonni. Nagyon-nagyon furcsa volt, hogy egy több száz milliárdos beruházásnál nem volt műszaki ellenőr, vagy a műszaki ellenőr
a BKV felügyelőbizottsága volt, akinek semmilyen szakmai kompetenciája nem volt, nem volt fővállalkozó, aki összefogja, hanem projektelemenként csinálták a dolgokat. Tehát egy nagyon furcsa volt az egész, és ez miatt mi azt mondtuk, hogy ezt vizsgálják meg olyan hatóságok, akinek ezekre jogkörük van. Polgármester úr, egy soroksáriakat érintő téma, ugye a Budapest-Belgrádi vasútvonal, amely időnként beindul, aztán úgy tűnik, hogy holtvágányra jut, hogy stílszerű legyek, de a soroksáriaknak fontos lenne a kapcsolódó ügyek miatt. Hol tartanak? Hát most jelenleg ott tartunk, hogy arról van információnk, hogy a kormány a szerződést megkötötte, ez kínai finanszírozással fog megvalósulni, egy nagyon komoly összegű beruházás. Ami nekünk fontos az, hogy ez minél előbb el kéne, hogy induljon, mert hát nekünk nagyon komoly problémát okoz a Tárcsás utcai és a Veszés utcai átjáró a folyamatos dugók miatt, a folyamatos környezetvédelmi problémák miatt. Ennek keretében mi próbáltunk, vagy próbálunk lobbizni azért, hogy egy aluljáró épüljön meg a Veszés utca és a Tárcsás utca között. Ennek a tervei gyakorlatilag a koncepciója elkészült, most a tervei készülnek, a kiviteli tervek gyakorlatilag ez alapján a testület különböző döntéseket hozott, most legutoljára hozott egy olyan döntést, hogy a vasútnak a másik oldalán egy összekötő utat kell létesíteni a Szent Lőrinci út és a Veszés utca között, amire mindenféleképpen szükség lesz, vagy szükség lenne akkor is, hogyha az aluljáró csak 5 év múlva épül meg, mert legalább a forgalmat egy picit csökkenteni, és a Tárcsás utcai átjárónak a forgalmát egy picit szét lehetne osztani, mert nagyon sokan járnak, nem soroksáriak. Soroksár régi részéről, a Miltelepről, Orbánhegyről is sokan járnak, de nagyon sokan jönnek Dunaharasztiról, Taksonyból, Némediről, tehát a külső Pest megyei részekről, úgy, hogy a Templom utcán végig jönnek, és a Tárcsás utcán fordulnak be. Na most, hogyha ott lenne egy átjáró a Veszés utcától a Szent Lőrinci útra egy átközlekedő út, akkor már a Veszés úton befordulnának, és azt az átjáró utat használnák, az meg elkerülné Soroksárnak ezt a részét. Tehát erre mindenféleképpen szükségünk van. Azért ez egy nagyon komoly előkészítést igényel, mert több mint 100 ingatlant érint. Ott kisajátításokat, különböző ingatlan vásárlásokat kell megoldanunk, amit saját forrásból kell majd megoldani. Ha az aluljáró megépül, az valószínűleg csak központi forrásból épülhet meg, mert arra nekünk sajnos keretünk nincs. Kaptunk ígéreteket arra vonatkozóan, hogy meg fog épülni a közeljövőben. Hát majd meglátjuk, hogy mi lesz. Köszönjük szépen. Jöjjön máskor is. Köszönöm szépen én is a lehetőséget. Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntök mindenkit, kedves soroksáriak. Nagyon örülünk a meghívásnak, mármint Soroksár meghívásának. Nagy feladat áll előttünk. Gondolom mindenki tisztában van avval, hogy miért jöttünk ma itt össze. Kicsit erőt gyűjteni, kicsit föltölteni magunkat, föltöltekezni, és akkor elindulni a csatába. És ez a csata ugye nem rövid időre szól, hanem egészen a választásokig. Mert hogy akinek az lenne a fejében, hogy ez a választás már le van futva, ugye, hogy ezt így pumpálják bele a fejünkbe a különböző kutatóintézetek, meg mindenféle olyan ember, akinek az a dolga, hogy megint 2002 legyen, vagy 2006, hogy elaludjunk, ne higgyenek nekik, és azért ne higgyenek nekik, mert a nemzetközi helyzet erősen fokozódik, hogyha élhetek ezzel a képpel. Itt van nálam egy legfrissebb jelentés a nem létező soros tervről. Ugye vannak, akik azt mondják, hogy ez a soros terv, ez egy kitaláció. Ezek mondták annak idején, hogy egyébként a migránsok, akik így szembe jönnek velünk a határon, amíg nem volt kerítés, ugye volt olyan nap, hogy 11.500 egy nap alatt, 11.500 ember jött át a zöld határon, most letarolva ott mindent a szerb-magyar határ mentén, akinek esetleg vannak rokonai, már pedig szerintem a itteni svábságnak vannak rokonai a homokhátságon,
akkor azok pontosan tudják, hogy miről beszélek, mert a rokonok biztos beszámoltak arról, hogy úgy nem voltak ott ezek az emberek, hogy közben semmi nem maradt a tanyákból. Volt olyan tanya, amit gyakorlatilag teljes egészében elpusztítottak. Nos, azt is tagadták, aztán tagadták azt is, hogy a Brüsszelben olyan fondorlattal igyekeznek megszabadulni a feleslegessé vált nyugat-európai, elsősorban a német, persze ezt mind ráfogva a görögökre meg az olaszokra, mert hogy azokat szeretnék majd szétosztani, a fölöslegessé vált illegális migránsoktól, nem a menekültektől, ne tévesszék össze a menekültet az illegális migránssal, hogy egyébként kötelező módon szétosztanák őket. Ez se történt, ugye ezt is letagadták, ilyen kvóta se volt. Aztán mindegyikről kiderült, hogy de vannak migránsok, hiszen 2015-ben csak 400 ezeren rohanták le Magyarországot, és gyakorlatilag délkeletről beindulva egész északnyugatig végigszántották az országot, akkor nem lehetett abban az időben se vonaton, se buszon, se autópályán közlekedni. Eljutottunk odáig, hogy még az osztrák-magyar határt, tehát egy belső Európai Uniós határt is lezártak, annak ellenére, hogy az Európai Uniónak ugye az alapvető, hogy milyen vívmánya azért mégiscsak az európai polgárok szabad mozgása. Na, ez nem történt. Tehát ez mind nem nincs. Most soros terv nincs, elvileg. És a soros terv, ami nincs, arról ma, október 26-án ez a Nils Muizenikis nevű Európa tanácsi emberjogi biztos a következőt mondja, hogy fel kell gyorsítani a menekültek család egyesítését, mert azok a szigorú európai szabályok. Nem hallom a nevetést. Tehát a szigorú európai szabályok nem teszik lehetővé, hogy ezek az emberek, ezek a menekültek, még egyszer figyeljenek a szóra, ezek a menekültek gyakorlatilag a családjukkal együtt élhessenek. Hozzátette, jelenleg menekültek ezzel kénytelenek tartósan külön élni házastársuktól és gyerekeiktől az egyre szigorodó európai törvények miatt, amelyek gyakorta sértik az emberi jogi normák betűjét vagy szellemét, és ez megfosztja őket attól a lehetőségtől, hogy együtt legyenek, és szörnyűséges lehet számukra, hogy nem lehetnek együtt a családokkal. Ha ez a menekültekről szólna, és a menekülteket sújtaná ez, akkor azt gondolom, hogy egyet is tudnánk vele érteni. De azt a következőben meg kiderül, hogy ők nem a menekültekről beszélnek, mert menekülté válni az egy eljárás. Egyedileg lehet. Mi ezt pontosan tudjuk, mert 56-ban azért innen menekülni kellett, csak nem 200 ezer embernek. Szintén szerintem gondolom, hát a svábok körében meg aztán van, mert ugye nem csak 56-ban kellett menekülni, hanem 40 után is, már aki tudott. Ugye van, aki beszámol erről, hogy hány évet kellett tölteni egy-egy német táborban, vagy egy-egy olaszországi táborban ahhoz, hogy aztán valaki Dél-Amerikába, az Egyesült Államokba, vagy Kanadába, vagy Ausztráliába mehessen. Kiderül ebből az egészből, hogy nem is ez a probléma, hanem az a probléma, hogy nem lehet eléggé gyorsan behozni így az embereket. Gyakorlatilag ennek az egésznek az eredője az, hogy mi nem akarunk bevándorló ország lenni. Tehát mi Magyarországot akarunk, magyar érdekeket akarunk szolgálni Magyarországon, a magyar biztonságát szeretnénk megőrizni, és közben persze az európaiságunkat, az európai kultúrához, keresztény kultúrához való tartozásunkat. Úgyhogy én arra kérek mindenkit, hogy hallgassuk meg Zsoltot ebben a témában. Köszönöm szépen, hogy ilyen szép számmal eljöttek ma este. Én megígérem, sőt megesküszöm itt mindjárt az elején, hogy fogok én beszélni soros tervről is, de mégiscsak szokásomhoz hívem az elején, fogok tartani egy kis történelem órát azért, hogy próbáljuk meg a maga viszonylag teljességében látni azt, hogy Európa hogyan jutott oda, ahol ma tart. Mert ahol ma Európa tart, az egész egyszerűen katasztrófa. És persze, amikor azt mondom, hogy ahol Európa tart, az katasztrófa, akkor rögtön hozzá kell tennem azt is, és az este folyamán majd erről külön szót fogok ejteni, hogy Európa egyre inkább ketté szakad, és a nyugati fele jelen állás szerint rohan a katasztrófába, a középső és keleti fele pedig úgy tűnik, legalábbis most,
hogy megőrizte az esélyét annak, hogy Európa tudjon maradni. Egyébként szilárd szavaiba belekapaszkodva csak egy kis hangulati felvezetőként, hogy hol tart ma Európa. Egy friss hír, tegnap írta meg a 888.hu. Németország tavaly kiutasított egy afgán menedékkérőt. Figyeljenek erősen, mert azt fogják írni, hogy hülyéskedek, pedig nem. Kiutasított egy afgán menedékkérőt, mert a német illetékes bíróság úgy ítélte meg, hogy nem jogosult arra, hogy menedékstátuszt kapjon. Ez az afgán menedékkérő azok közé, a nagyon kevesek közé tartozott, akit nem csak kiutasított a bíróság, hanem sikeresen ki is toloncolták az országból. És mivel Bulgáriában lépett be az Európai Unió területére, ezért Bulgáriába toloncolták vissza. A bulgárok pedig 24 órán belül föltették egy repülőre, és visszaküldték Afganisztánba. Barátunk most Afganisztánban van. Igen ám, de menet közben kiderült, hogy barátunk még Németországban a kiutasítása előtt megfelelkezte, hogy elutasították a menedék kérelmét, és a megfelelkezés miatt az illetékes német bíróság, figyeljenek, elrendelte, hogy hozzák vissza Afganisztánból a csávót, mert hogy neki joga van végigülni a másodfokú tárgyalását. Úgyhogy most fél Németország Afganisztánban keresi Alit, hogy vissza tudják vinni. Na, hogy világos legyek, itt tart tehát Európa. Mindenkinek komplett elment az esze. És ahogy ígértem, egy rövid kis történelem óra keretében próbáljuk meg megnézni, hogyan jutottunk idáig. Tisztelt hölgyek és urak! Látszólag messziről fogom kezdeni a történetet, de higgyék el, logikus is lesz, érthető is lesz, meg nem is lesz hosszú. És ahonnan elkezdem ezt a történetet, az ráadásul roppant aktuális, hiszen most ünnepeljük ugyebár a reformáció 500. évfordulóját. És legyen ez az 500 év a mi kiinduló pontunk. Mert ebben az 500 évben, és az 500 éven belül egyébként mindössze három kulcsfontosságú évszámban szinte minden benne van, amiből tudható és megérthető, hogy Európa hogyan jutott oda, ahol ma tart. Tehát 1517 az a dátum, amikor Luther Márton kifüggeszti ugyebár reform pontjait a temploma ajtajára, és mi utókor úgy tartjuk, hogy ezzel vette kezdetét az úgynevezett reformáció.